is, hogy az Esterházi palotak befogadta ezt a kortárs anyagot. És ez nem mindennapi dolog, mert a két korszellem annyira különbözik, hogy valamilyen szépség alapján szakszerű világítás, a szervezés, a meghívás nagyszerű, és mégis együtt lélegzik a két korszellem. Nem is beszélve arról, hogy a mai korszellem az nagyon individuális. Tehát az, amikor itt a művészek önmegvalósításra törekszenek, és az egy nagyon különböző korszellem. Ha csak veszünk az utcaképet, mi most járunk tornacipőbe, hátizsákkal a vállunkon, kezünkben mobiltelefon, és téli kabátjaink felfújva, néha az ajkak is, és ők pedig a kastélylakói fűzőben, csipkében, lengőszoknyában, mindenféle gyönyörű kis ékszerfélében és palókában. Hát még nem láttam másképp lefestve, csak úgy, hogy rajta van a palóka. Tehát egy reprezentatív helyszínt mindenképpen felveszik. Na most az a véleményem, hogy minden ilyen különbözőség dacára a létezésünkben léteznek olyan szándékok, amik örökérvényűek. Például az, hogy akarat, törekvés, a bűn keresése, az erény keresése, a szeretet, a szerelem, és hát a halál. Ez univerzális. Ez a barlang lakóba is megvolt, meg bennünk is megvan. És természetesen úgy élem, hogy minden élő történelmi időben. Úgyhogy nekem az a szándékom, hogy én nem akarok teoretikus szövegeket mondani, és bűntörténeti vonulatokat sem, hanem fedezzük fel azt, hogy a művész mit választ ki magának a valóságból. És ha kiválasztotta, akkor milyen önálló képzőnszeti nyelve van, hogy az tényleg az ővé legyen. Na most ezzel én is kimondom azt, hogy korunk nagyon-nagyon individuális. Tehát ha olyan helyzetek jönnek, hogy én erre haragszom, akkor szoktam azt mondani, hogy individuális visszetegség világban. És ez mindenben beleszól, az utcai közlekedésben ugyanúgy, mint az önmegvalósításban. Úgyhogy nézhetjük a tárgyakat, itt van két érdekes szobrász, nagyon-nagyon ellentétes felfogással és megoldással, és szinte ez olyan, hogy ez a konkrét szép anyagban fényel, szinte egy dallamot mond el. A Jovánovics György pedig mindig egy kicsit szarkasztikusan vagy komolyan, mert az, hogy elment Trójába, a papírgyárba, az kétlen, de tőle kitellik, úgyhogy ha azért csinálta ezt a szobrot, és mindent ilyen szögletesre fogalmaz. Tehát ő ezt választotta a valóságból. A 301-es parcella emlékműve az az ő műve. Úgyhogy ez ugye egy ismert dolog. Na most ezek olyan festészeti fogalmazások, ahol a természetelvű tárgyi lefestés az nincs rajta, hanem elnevezik ilyen síkszerű színekkel az ő valóságlátását. Hát a Konok Tamásot mondjuk ilyen világhírű módon érlelteti, ezt én korai munkának vélem, mert a későbbiek még redukáltabbak, és még többen meg a szellemi táplat. Hát a Gerzsóknál, meg a Dorosz Kellért, ezeknek a
vidáman vagy, vagy tragikusan, vagy akármilyen felfogásban, elnevezett tárgyak a maguk színe és formája alkalmazásával. Na most a Hajdú László úgy látszik, hogy lemondott a színekről egy nagyon tartózkodó zárt karakter, emberileg. És a színekről lemondott, de a fényről nem. És azt, amikor megkertőzi ezt a síkot, akkor elárulja, hogy mi az, ami mozdulatlan fejének szán, és mi az, amikor a kis rezdülések meg éheznek a fényre. Mert akkor nem is látszanak, hogyha akadok, azok ugyanolyan simán, mint az a terület. A festetőiben pedig hát a címmel is elárulja, hogy ott is a tartózkodása olyan, hogy színben megjelöli a fényt, de elrejti a látható látvány, mert azt nem nevezem el földnek, égnek se, hanem valamilyen szépséges közeg, amiben élünk, és ő ezt így gondolta, hogy rezdül alatt a fény. Hát a mester az fantasztikus, mert ez neki ilyen emblematikus formája, és nem tudja annyiszor megismételni, hogy mi ezt nem sokarnánk. És itt is ez a bronz fényével bevonított felület, ez nem üres, hanem tele van mindenféle szellemi töltéssel, és akkor kilép belőle az ég felé kínálkozó ágazat. Gyönyörű. És hát annyiszor visszatérő dolog, hogy tényleg öröm rá ismerni, hogy már arról van szó. Na most a mai szobrászember, ő ilyen és olyan, és tulajdonképpen játékosnak látszik a dolog, de mivel a szobor az egy térbe alkotott dolog, állandóan azt hívja az emberből elő, hogy járja körbe. És ha valaki ezt körbe járja, akkor megérkezik egy ilyen üregbe. Na most, hogyha nagyon egyszerűen akarunk lefordítani, akkor egy természeti formából indul ki a csillag formából. Viszont ha ide értünk, akkor ez az üreg, ez bármilyen képzeletet elbír. Gondolhatunk, amit akarunk, mert gazdag dolog ebben így. És azt hiszem, hogy igen, fényből időkapszula. Hát, az is ráérik. De nem mindig néztem meg a címeket, mert nem biztos, hogy csak az irányítja el az embert. Ez is egy érdekes dolog, ő mindig dolgozik, hogy a feszültség az, hogy kontúri egy szintű szint. De megmondja a felületet. Na most ebben az a szép és ragasz, hogy most kap egy ilyen irányú fény. Tehát itt akkor várjuk az állapotokat, hogy tartalítja az egész felületet. Pusztán a sárga, a többi az árnyék. Na de hogyha a reflektort beveszem, és ide teszem a földre, akkor ezek kapnak heves fényt, és ezekben még mondjuk járnyékot, hogy kerüljük árnyékot. Kimeríthetetlen játék, mert például oldal fényt is kaphat, és akkor ezek a felületek. Szóval van, aki így áll, és nem bírja el, mint a fantáziát. Szóval nagyon érdekes a házasság. Ez egy heves dolog, és hála Isten jó ismerős. Szóval itt a Mádler István össze akart állítani, vagy barátkoztatni, vagy hát a képen megalkotni ezt a három színt.
látta, hogy ezt képileg fel kell gazdagítani, és az összjátékokat megoldani. Erre előveszi ő olyan széles ecsekkel festünk, amivel az ablakokat mázolják, és az ecsekbe légiesebbé teszi a színeket, és a találkozásokra átelik. És ezáltal a kép mozog, lélegzik, szép, majdnem valóságos domborulatokat épít. Ő sose akar illusztratív lenni, de nem tehet róla, én szerintem a lélegzete benne van az ábrákban, mert az a három kép is az övé, és ezek a indulatok, vagy lélegzetvételek, alkotott vonalak szabadon, ez mind egy mozdulatnak a rögzítése, egy gondolaté. És hogyha már egyik van mind a három, akkor együtt alkotnak egy mozgékony megképzelést. Úgyhogy ez nagyon élvezetes nála, sőt, olyannyira redukálja is néha, hogy csak fekete van az ecsek vonal, hogy nincs rajta fekete. Még egyszer. És látszik, én láttam őt festeni, ahogy ezt arra hagyja ezt a gondolatot, hogy mindig van valami költői szépségű, nem konkrétan lezárt valamilyen, mint Bakinra. Bakinra viszont nagyon szigorú, kontrasztos, később színben sokat használ, de itt az a fura, hogy fekete-fekér, de olyan szigorú építés, hogy tulajdonképpen az, hogy lenyomok arról olyan illúziót kell. És aki ilyen szigorú szemléletű néző és szereti ezt, az ehhez vonzódik. Az is például geometrikus elemekről áll, ez egy érdekű dolog, a Bencsik. Ő az, aki egy ilyen teljesen felsőséges testrész, az, hogy fölnagyítja a tőle, azon kívül pedig a márványval ülteti. És teljesen más jelentésű lesz, holott, ha közel megyünk, akkor látjuk, hogy igen, ez honnan van. Én láttam ezt a munkát egy nagy országos kiállításon, ahol ilyen palotaszerű épületben volt, nem emlékszem testvéreinket, és ez volt a fejlalapján. És olyan érdekes volt, hogy erős karakter, ott állt, ott volt, de hívogató volt, hogy menj be, kíváncsiságodat élt ki, ha megnézed a kiállítást. Na most ő ugyanaz a dallam, hogy a szépséges, akit láttunk a bejárat mellett, és itt van még egy kérdetes és nagyon szép lírai megoldás. Ő egy boldog, megyült lány, aki nyilván a természet teljesen meghatja, ő figyeli, nézi, szinte rezegve a mozdulataival lefesti, de megfesti, bocsánat, mert ez nagy különbség, hogy valaki lefesti a mozdulat. Megfesti, de a lombok mindig találkoznak egy fénylő úttal. Úgyhogy ez hiába három kép, szerintem a fénylő utak úgy elviszik mind a hármat, akármit lehetne társítani, de egy gyönyörű szerkezetű látványjá alakul az egész. Nagyon-nagyon szépnek találom. Úgy örülök, hogy fiatal, és ebbe a felfogásba beleszeretve csinálja. Na most itt van még egy szobrász, aki igen,
és olyan áldottan nézi, hogy képes ezt elnevezni déli településnek, vagy szóval ragadásnak. És az egy ilyen szigorú és más felépítésű, de itt is rengeteg híra van ezzel a hajlással, holott fém, és a kettőnek a játéka az, hogy gyönyörűen összejátszik tényleg, és a ma reggelünk az körülbelül ezzel kezdődött, hogy fú, de deres, az út, a ház, a fák. Na most ő a ház, ő meg a Hence Tamás. Ő is a festett sípoknak a figyelője és lefestője, de mindig belevisz valami fényes fuvallatot. Erre például. Jó, akkor mehetünk tovább, azt hiszem. Ó, igen. Így van egy, vagy nem csak ott szóval, jó, Hajós utat. Szóval a Herman Levente az, aki azt a gyűlöletet megcsinálja, hogy a mindennapi tárgyunk egy asztal kerítővel leterített asztal olyan távlatú tud lenni, hogy kozmikus lesz. Ott van az, csak onnan tudjuk, hogy a vagy asztal, vagy valami padlózat, hogy árnyékod meg, nagyon szép, mert a fényt használja még. A másikon az sincs, hol, ja, és itt a borosüveg. Szóval azzal valamilyen tárgyi adalékot hozzátesz, de én meg azt akarom hozzátenni, hogy egyáltalán az egész kiállításon ne csak a tárgyi ábrázolást keressük, hanem ha rajta is van a tárgy, van-e valami egyetemes többlet benne, akkor igazán jó a kép. És ez az Ince Mózes is egy ilyen fiatal alak. Olyan virtuóz, ahogy fest, helyzetet, testet, testhelyzetet, testrészt, mindent meg tud festeni. Anyagot például, de ettől még nem kell elájulni, mert ilyen akad, hanem az, hogy mindig van benne egy sűrű gondolat. Hát ugye itt a szó szerinti cím az ja igen, itt írtó szemérmesen azt írja, hogy köztestér, és közben ott a láncolat, és ott a véres blúz. Hát itt olyan különös drámáról van szó, hogy nagyszerű. És mindig ez van, illetve van egy másik képe, a Pigmalion, ahol az irónia, a humor, és nem tudom, na majd odaérünk. Szóval ott meg, hogy úgy mondjam, ezt a virtuozitást másra használja. De majd fogjuk élvezni a dolgot. Ja, Bolda. Ez egy fantázia név. Boldi. Bolda a lánya. Bocsánat, az nem így. És én nekem ő a teremtés és a keletkezés maga. Mert ebben nincsen semmi eltökélt modorosság, hanem ahogy a világ, természet, a fantázia, a természeti lendület, az erő létezik, az ő egy ilyen kemény és eltökélt anyagba beleteszi. Az igaz, hogy az a címe, amiben ez is. Szóval azzal ő el is nevezi. Rendkívül szépnek és nagyszerűnek tartom. Hát most meg is kapta az elismerését, az hiszem Kossuth Díjas lett. Na most az a másik, hogyha ő egy ilyen szobrot csinál, és ad neki egy címet, engem akkor is az indít meg, hogy annyira sarjad a forma, és nem egy kisszerű természetelvűséget követ, hanem tulajdonképpen ugyanaz történik, mint a genezisen. Az egy más kérdés, hogy még hozzátesz a cím, elárulja. De én nekem ez a
ez a sarjadó termékeny teremtés, ez rendkívül izgalmas. És van egy köztéri szobra Pesten, a belvárosban, ahol egy fickó rollerozik. Az van megcsinálva, ilyen alakkal. Hát mondom, ez a bolyi, már 6 kilométerről meg lehet ismerni. És nagyon érdekes karakterek, és olyan jó a válogatás, hogy úgy örülök, és a helyünkbe jön. Nekünk kell Pestre utazni, és akkor lenyelni a nehézségeit. Ez ugyancsak a távlatot teremtő, a sajátos távlatot teremtő hívott Pestőfű. Itt ez olyan, mint amikor drónnal vagyunk fölötte, nem? Drónnak éljen vissza, kicsi bűrőt tevékülnek, és már mindjárt hozza a mindenséget a sorsát. Nagyon szép. Ez is az övé, és én megmondom őszintén, hogy nem a Leonardo utolsó vacsorára gondoltam, de itt valami nagyon szigorú dolog összeszedett, ami a nekem a elmúlásról és a halálra való készülődésről. És aztán lehet róla gondolkodni, akármit. Én tovább nem jutottam ennél így. Ugye ebben valami tragikusan összeláncolt helyzet van. És akkor abból vége is lehet az életnek. Aztán azt hiszem, itt van a... Igen. Na most mi van a Vince Mózesnek a... Hát megint a virtuóz érdekessége és Béla fény alakében. És a szobrász itt babrál egy valamilyen kis szerszámmal a szobor fején. Ez meg már egy ilyen vonzó ruhába várja, hogy hol van már, amikor belém épüljön az. És fejét nehezítik a rátelepült talpak. Szóval ez nagyon szintén az Vince Mózesről szól. Érdekes ember. Na most mondom a nevét. Power Gyula, igen. Hát ez a torinói lepel téma, és szóval van benne szépség, meg összefoglaltság. Megmondom őszintén, hogy azzal nem értek igazán egyet, hogy a megszenvedett létezés, ami nincs benne. Majdnem egy ilyen idealizált, sikkes alak. Hát ő így gondolta. Én nem tudom, hogy nem tudom, szóval ha a szenvedés történetre gondolunk, de hát az is lehet, hogy valaki a sírba elváltozott, átváltozott. Azért mondtam, hogy itt mindig hívunk hozták a darabjaikat. Na most itt van megint a Bolgi. Azt mondja, hogy színház. És itt van megint a tolulás, az összeépülés. Itt van egy óriási érzékenység, ahogy ezt megcsinálta. De én mögéje jöttem, és szóval nem sértődött, mert nem mondtam neki, hogy ez egy önarcképe, ez hátulról a színház, ez egy önarcképe, de neked. Gyönyörű. És nagyon szép a fény, mert egy szobrot el tud rontani a rossz világítás, úgyhogy bármi lehet. Na most, hogyha itt vannak ezek a formák, és ő ide egy naturálisan letapogatott bokát és talpat csinál, akkor borul az egész.
Úgyhogy ez így gyönyörű, hogy úgy megágyazza az érkezését a Földhöz. Hát megint a teremtés és a keletkezés, azt én nem tudom tőle elvitatni. Nagyon-nagyon érdekes alak. Jó, hogy ilyen is van a mai szobrászatban, fiatalon. Azt hiszem olyan 41 néhány éves. Na most itt is van a dolgok, ha már szobrászatban. Az ember azt hiszi, hogy jé, hogy megfigyel és tanulmányozza ezt a női aktot, a szerző. És ahogy nézem, ez micsoda egy esendő mozdulat, semmi győzedelmes nincsen, írtó szép, és akkor a nyers törések tartja. És akkor egyszer csak észreveszem, hogy már én csak meg tudom mondani a színét. Olyan istennő. És ha köréje képzelem a vizet, a sodrását, a hullámzását, a mozgását, akkor rögtön értem ezt a különös mozdulatot, hogy egy ponton megtámasztva, és a többi az a sorsra bízva. És a nyers törések szerintem, de hát más is lehet gondolni, nem csak amit mondok, az olyan, hogy a kínlódás, a megszenvedés és az istennőnek is a nem könnyű sorsa. Én is foglalkoztam mitológiával, és láttam, hogy az acsarkodás, az önmegvalósítás, a kívánságok, az erélyek, ami minden ott van az életünkben. Nagyon szép darab. És az is nagyon szép, hogy a márványom ezt a játékát itt benne hagyta, és ha már tudjuk a címet, akkor valahogy ezt úgy oda játssza nekem, ezeket a szép, érdekes ilyen szabadott voltokat. Na most aztán, Olajos György. Hát muszáj elmondanom egy személyes helyzetet, hogy hát, jó barátok vagyunk, és megengedte, hogy videózhatok a műtermébe. És birtok érzékenyen ülve csinálja ezeket az akvarelfoltokat. És veszem, mert persze én nem stábbal megyek oda, hanem mivel én is belül vagyok, hogy így fogalmazzak, tulajdonképpen szabadabb vagyok, sokkal szabadabb, csak a kollégák megengedik, hogy én ott szemlélődhetek. Én nem állítom be, hogy figyelj, hagyd abba, és kezdjen beszélni a sorsodat, nem ilyen is. És akkor egyszer csak az egyik darabot fogja, így a karjára teszi, és viszi ki a műteremből. Na mondom, mit történik, valami megyek utána. Kivitte az esőbe. És ez a természetes szépség. Ezek mind esőcsepek. És ez az, amit az agyunkkal vagy a kezünkkel nem tudunk ilyen gazdagra csinálni, mert mi mindig valami kis igyekezetünkkel, valami mesterkértséget belehozunk, de ez, hogy itt egészen apró, itt nagyobb, itt betört ki az egészet, itt egy lélegzet van. Szóval olyan volt a Gyuriban ez a önmaga elárulása, hogy ezt választa. És én is azért vagyok szerelmes a természetben, mert szertelen, nagyon törvényes, és nem. Ha valami jó sikerül, akkor csak annyit megközelítettük, aztán kész. Szóval ez a Olajos nagyszerű. Hát ez is egy érdekes ember, és itt is több történik, mint ami látszik. Mert a kövek és a földrögök itt
és írtam a szavakat. Szóval egymás mellett tolulnak, viaskodnak, és küszködnek, tolulnak, távolodnak, és azáltal kozmikussá válnak. Úgyhogy nem csak egyszerűen lefestette, természetelvű, nagyon természetelvű, de ez is olyan, hogyha nincs benne ez a kozmikus távlat és a többlet, akkor nem biztos, hogy így jó a kép. Szóval ez mindig valami. Egyet még meg akarok tőle kérdezni, hogy ezeket mit célból tette bele, nem tudtuk még megbeszélni, mert az önálló kiállításon ott voltam, és ugye hát akkor után rajongói mit ott vannak, de ezt egyszer megkérdezem, hogy itt valami eltökéltség van, amit én követni nem tudtam, de ha megmondja, akkor megtudom. Igen? Egész addig. Jé. Na jó, ezt megkérdezem tőle. Vagy ha... Jó. Igen, hát ez is érdekes kép, az egyik másik teremben van, és azt tetszik benne, hogy az a neve, hogy vérmező. És ő egy majdnem idilli zöld mezőt csinál, viszont minden ág egy kicsit fogyatékos. A Gágyi Péter áhítatát és makacságát azonatokban lehet látni, mert az, hogy ő száraz levelekből rak össze egy olyan formát, hogy ez egy palac is lehet, amit körülről raknak levelekkel, gyönyörű fantázia. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és ott is a fény. Ott is, ha elviszem oldalra, akkor a levelek unkorodása az lett árnyékod balra. Hát, izgalmas ilyen nelegyük lakni. Jön az alkonyak, meg jön az este, meg jön. Nem csak a szikoriság és a mondjuk a merevség, amit nem negatívként mondok. Na, a vérmezőt, aki festette, övé ez, hogy nem támasz, hanem mindegy, hogy címeket mondja. De ez is egy szép, egy sebzett állapotban. Egy olyan köves képződmény, sánc, azt hiszem az a címe, erőd, igen. Ez is a megsebzett mi volt. Hát ez egy kicsit vicces dolog, neki láttam a kiállítását, ahol ő állított ki egy terembe, és érdekes és szép ez a szemérmes mozdulat, csak ha ez a, bocsánat a kifejezésről, ha ez a trükk nincs rajta, akkor kicsit hova? Akkor egy kicsit egy valamiről szól, egy szolid mozdulatú női alak is. Szóval ilyen is van. Ez megint Gálhigi Péteré, és itt is mi van, ezt a hihetetlen játékot elviszi a faltól a csúcsig, és ami itt van,
Jó, az a fa anyaga hozza, de lehet levél, lehet gondolat, lehet vízáramlás, lehet tolcsa, lehet apádni. Szóval nagyon kiválónak tartom a ez is az ügyi. Jó. Na most itt van az a terem, amiben tiltó érdekesen együtt van az, amit beszéltünk a kezdetkor, hogy a korszellem mennyire megformálja a szemléletet és az által a tárgyakat. Itt van a kastély akkori lakóinak egy kedvelt tárgya, eleve a konstrukciója. Egy ilyen edénynek a füle az nem egy hív, hanem azt is megnyitázva így töri és disznati. Nem is beszélve a többiről, és egészen a dolog is sarkázában. Úgyhogy ez erről a világról beszél. Itt van a gondolt csillag, aki viszont nem tudom a rendezés, ezt figyelte, de ez remekül összetart. Itt vannak a mi mai tárgyaink szimbólumát véve, és ezek a mindennapjainkről. Hát, fontos tárgyaink, mint is az asztal, tehát szekrényben is belelátunk. Szóval, és szerintem ez a kis szent kép, ez körülbelül arról szól, hogy na azért, ami ebből a kicsi simáságból hiányzik, az legyen. Ő festette oda, szóval nem ennyi olyan ikon, ami régi. De szerintem erről szól. Ehhez is odaadta magát, teljesen beletörte minden indulatát. De szerintem az azért van, mert hiányzott. Jaj, Fehér László is egy érdekes ember. Rengeteg önazképet festett. Én, amit láttam, a sokkal szikárabb. Itt viszont a fény és a megfestett környezet szerintem gazdagabbá teszi, mint azok. Na most ez is egy érdekes dolog, hogy az ifjúság. Szóval minden izmus lefutott már. Minden. Már újdonságot hozni, az egy erőszakolt helyzet. Ma a fiatalok jó része visszatért a természet elvű, jól megnézett, jól átélt és meggyőzően ábrázolható valósághoz. Itt van ez a fiatal arc. Egy vonzó fiatal lány, minden szépség rajta van, ami kívánatos és izgalmas és nem tudom mi, de még egy óriási dolog van a mai fiatalságban, hogy radikális. Tehát nagyon tetszik nekem, hogy azzal nem éri be, hogy ez a lány arc ilyen, és jaj, akire ránéz, az elájul és vonzódik, és nem tudom mi, hanem odafesti ezt a akarom rácsszerű, akarom megrepesztett portrékép, akarom egy éles valamilyen hálózat, ami majdnem kínlódás, de ő mögöm néz ránk. Úgyhogy a radikalitás 100%-ig tetten érhető. Ez nagyon tetszik nekem, láttam már jó pár lányt, ő is lány, a festő, és nem érik be a kellemmel, meg a ide-oda igazgatott tónusokkal, hanem valami más kifejez belőle. És ja, Fehér Laci, hát ő is egy izgalmas szobrász, és hát gyönyörű az anyaság, ugye itt is az, hogy az elképzelése szerint a befoglalás. És nem azt mintázza meg, hogy ez most így kiposodik, és akkor majd mindenki tudja, hogy mi van. Az is egy érdekes dolog, az a portré, mert én, ahogy mondtam, szóval nem igazán szeretem a trükköket,
De itt, ha ő nem mondja szét ezekre a nézetnek fél alapokra, akkor ez a életet átért remegő tekintet, az meg az arc, az nem szorult bele is. Úgyhogy itt megint ez az, hogy itt van a gépek korra, a digitális kor. És én nem tudom leszólni, jó, hogy a valóság értékelés az tök más lesz. De ha abból is kihozzák nekem a jó, a gondolatgazdag, lényeges dolgot, akkor rendben van. És itt ez végig ütközte, hát fantasztikus az egyébként, hogy összerakta a kis szörületekkel. De így került bele a kicsit a megkínzott élet, de azért a kíváncsiság a szemébe, szóval hoz egy szép tartalmát a dolognak. Ő pedig nemrég meghalt szobrászunk, Csíkszentmihályi Robert, és ő érdekes, hogy hordozza az életszakasz és a tapasztalatot. Ez az, amit mondtam, hogy nézzük meg, hogy mit választ magának. Amíg nem volt beteg, és nem volt idős, addig nem így mintázott. Összefoglalt, feszült, ilyen-olyan érdekes tartalmú dolgokat, és örökérvényű dolgokat csinált. Amikor ilyen alakokat rossz volt, akkor megmintázott egy szarvas, vagy egy ülőkutyát. Hát a címe el is állt. Használja a fényt, hogy ezek mégse kisszerűen letapogatott valóság képek, hanem valamilyen, itt is valami eredendő sorszerű van a mozdulatában. Ugyanaz van a nagyobb képeken is, ami olajja a testet, igen. Mindig az az érzésem, hogy zseniális színház rendező lett volna. Képzeljetek el egy ilyen színpadot, és akkor ott a fény, és akkor ezek játszanak, mozdulnak még hozzá. Szóval, hát nem hiába világhírű, ugye, most van önálló terme, már Budapesten, mert Párizsból hazahoztak. Na most még valamit szeretnék mondani, ami nekem egyenesen megrázó volt. Én nem láttam ilyen akvarellt, és az is azt bizonyítja, azt a biztos forma és mozdulat letételét, hogy az akvarell egy komiszanyag. Folyik ide-oda, megszárad, amikor ő akar, többször rámenni nem olyan nagyon ígéretes, de ahhoz, hogy valaki egy ilyen combot, vagy hasat, vagy a vállát így él, ahhoz olyan rajzudás kell, hogy aki ezt az akvarellel meg tudja csinálni, az azt jelenti, hogy minden maga alá gyűr. Az a vázlat is fantasztikus szép ott, és itt is, itt még kevesebb van letéve, anyagból, a testből, de ezek a
kontúrok például, ezek, hogyha ő nem tudja a világot a fejbe tartani, akkor ezt nem tudja más megcsinálni. Gyönyörű. Ennek úgy örülök, hogy most eljövök ideig, de ilyen akvarelleket még nem láttam tőle. Nagyon. Több példán is van belőle. És ő ezt nem úgy csinálta, hogy akkor részgazdva megold egy madárfészket, annak nincsen valami konkrét, hazafias idézete, vagy jelentése, akkor az ötlenül. Úgyhogy ez mind olyan, hogy túl azon, hogy megszállottam gyönyörű részgazdok, ez a fajta történelmi izgalom és hát ilyen nemzeti vonzalom és megszállott hit, az ne legyen benne. Úgyhogy úgy örültem neki, hogy ez is van. Ez egy érdekes dolog, én ezeket úgy neveztem el, hogy ezek sztélik. A konkrét cím az így is, úgy is megmondja, hogy miről van szó. Na most az, hogy tükörrel fedi be, az viszont azt a hozományt jelenti, hogy mindig valamit a valóságból odaadunk. Most ide állunk, és az a festmény egyezetbe ide tükröződik. Vagy más, vagy egy látogató, vagy több látogató. Tehát itt is, ezen a síkon is történik valami szép valóságidézés. Jaj, ez egy nagyon szép rituális példa, szinte hát okrombákkal is, és félelmetesen megmunkált, hogy parnyaval, és a kavicsal társítja, ami egy ősi közös létezése a természetben dolognak. Nagyon komolyak és fontosak a címek a munkához, úgyhogy azokat ott találni. Na most ez is egy érdekes alak, szintén ő is, és mindig mondja minden riportban, vagy televíziós szigetek, hogy igen, egy lomtalanításnál szétszedtek zongorát, és azt ő hazavitte. És fantasztikus, ahogy ez mikor történt, és azóta állandóan az összes kis faragott, olyan részecskék is a keze alá kerültek, amik nem a billentyűzet, hanem amikor úgy felüt a húrokra, igen, azokból csinált. Hol olyat, ami a falra simul, olyat, ami kiemeződik. Na most, itt viszont megfesti. És az elemző emberek mindig azt mondják, hogy persze, mert hangszer. És ott a zene, és köze van a zenéhez. Én meg azt mondom, hogy ez, ami itt nem kézzel fogható tárgy, mivel látható mennyitek, de ennek a muzikalitása érdekel. Mi az, ami beleolvad a háttérben? Mi az, ami kontrasztos? Szóval ennek a festő által adott muzikalitása, az fontosabb, mint az, hogy ő talált egy hangszert. Persze az se vicc, mert már egész életét majdnem arra fordította. De itt egy másfajta muzikalitás van itt mindig. Pereg mondjuk a zene, és van, ahol meg ellapul ilyen háttérrel, és beleolvad egy ilyen képlékeny forma. Szóval ő így. Itt van egy, bocsánat, egy nagyon személyes fölfelé.
rendezéssel. Ez az ember sok mindent összefigyel és összegyűjt. És ez a két lány, ez itt én vagyok, meg egy kolléganőm, és főiskolás korunkban kitűntek egy üzembe rajzolni. És az a fotó megjelent egy újságban. És most 80 fölött megtalálom, hogy az a fotó itt le van festve. Jó, hogy ez nem én vagyok arcra, de ez a szint, ezt úgy hívják, hogy Kukucska Éva, ez meg én voltam. És rajzoltuk az üzemben a megjegyzett dolgokat. És eljövő kiterésen van a munkás. Nagyon munkás. Aztán már nem tudom, beszéljünk-e már, ez nagyon nehezen áll az emberek befogadása. Nem tudom, mi lesz, hogy mondjak. Mert a Körmolnár itt azt csinálta, őket magának hagy, és azt mondta, hogy mindenről le van valami testői eszköz. A szín, a tónus, a festés módja, az eszközök semmi. Mindenről le van. De a természet egy ilyen. Olyan eltökélt, és hirtelen nehéz vele. Szóval nehéz vele kapcsolatba kerülni. De hát elég ismerem őt, és az mind mellőzi, a papír maga ad egy olyan kicsit ódon, mint a játékos faktúrát, hogy abba ő csak szín nélkül belenyomta a maga lelki, azt hiszem azt írta videóban magának, hogy lelkének jeleit, azt írta minden festői eszköznek. Szóval ilyen is létezik. Azért mondom, hogy itt olyan individuum ez az egész társaság, hogy na, szóval ez a arculata körülbelül a dolognak, és nem tudom, hogy hozzátettem-e valamit ezeknek a műfedetéséhez. Köszönöm.